mai videóban én és Zümi túlkeléljünk 100 napot a Hardcore Minecraftba. Ez azt jelenti, hogy ha bármelyikünk akár egyszer is meghal, vége a játéknak és a világ örökre törlődik. Ez az egyik legnépszerűbb challenge a Minecraft közösségben, és én már nagyon rég kiszerettem volna próbálni, hogy mit tudunk alakítani ebben. Hova spawnoltunk? Mi ez a hely? Vágjuk először fát! Mint a nagy izé speedrunnerek, mint a profik. Tehát miután leszpannoltunk, elkezdtük az alaptúlési cuccokat megszerezni, azaz fát és kaját ezerrel. Van vasad? Honnan legyen vasad? Na, figyelj! Figyelj, várjál, mutatnom kell valamit! Szedtem ilyen, tudod miért? Hát ezért, hogy tudjak aludni! Aztán addig sütögettünk és hülyéskedtünk, hogy már el is jött az éjszaka, ezzel együtt találkoztunk pár nem kívánatos alakokkal. Miután kivégeztük őket, gyorsan menedéket ástam, ahol át tudjuk aludni az éjszakát, nehogy megrágcsáljanak továbbra is a mobok. És túléltük az első napot? Wow! Ez a 100 napos challenge bizony nem lesz könnyű. Főleg úgy, hogy még a túlélés mellett kitűztünk 6 darab nagy küldetést. Szerezzünk full diaszettet, építsünk egy hatalmas bázis, osszunk el Netherben minimum egy bastion, öljük meg az Ender sárkányt, csináljunk egy ilyen sugárzó beacon, és ami a legfontosabb és legnehezebb, öljük meg a Warden. Gyűjtök minél több kaját, hogy ne legyen probléma, legalább azzal nem lesz. Miután majdnem szívramot kaptunk, tovább mentünk és nekiálltunk keresni egy helységet, ahol majd lakhatunk és farmolhatunk. Itt egy falu, várjál! Tényleg? Mi van? Ez a falu sime akarsz kemmelni. Egy smarag kőlapátot kőkapok. Miután fosztogattunk egy kicsit, eldöntöttük, hogy itt a hegy aljába a falu mellett szeretnénk letelepedni. De miért halljuk? Ne akar már lyukban élni! Hát de te nem látod, megy le a nap, muszáj beköltözzünk! Elsküszöttem, kész is vagyunk, akkor vége, és akkor sziasztok! Ez az. Aztán szépen elrendeztük a cuccainkat és elindultunk bányászni, ugyanis elhatároztuk, hogy a full diaszettet szeretnénk megszerezni elsősorban a 6 küldetés között. Az merész volt, az nagyon merész volt. Értelemszerűen még a gyémántok előtt egy csomó vasat kellett találjunk, hogy legyen valami felszerelésünk, meg tudjunk fegyvereket is csinálni. Szóval a bányászást nyomtuk, és csak nyomtuk, amikor egyszer csak ez történt. Nézd már! LOL! Megvan az első gyémánt! El nem hiszed? A csille alatt is van gyémánt! Van ide! Én adjam oda, mit akarsz vele csinálni? Hát, megnyalni. What? Folytattuk a gyémánt keresést, és meglepő módon még aznap találtuk egy csomót. Ez a bánya nekem nagyon tetszik, tele van gyémántal. Na ezt szépen kihasználtuk, és ugyanezt csináltuk a 6., a 7., a 8., de még a 9. nap is ezerrel gyémántokat találtuk. Úgyhogy folytattuk, és a 10. nap végre az utolsó darabot is megtaláltuk. Ó, dia, megvan, megvan a 2, vagy egy DÖNIÁZÁZÁROM! Mi történik, te jó ég? Na ezek szerint megvolt a hatalmas sikerélmény, és 10 nap alatt meg is volt mindkettőnknek a diaszet, ezzel ki is pipáltuk az egyik feladatunkat. Csak hát a sors azt akarta, hogy megdögöljünk. Ne! Hogy kell kimenni? Hogy kell innen elmenni? Zümi? Alex. Hogy jövök ki? Hogy jövök ki? Nem tudom, építs blokkot, hogy ás ki magad alatt! Na, megvolt a halál közeli élmény is. De nem álltunk meg, szépen másnapra haza is vándoroltunk, a sok cuccot elrendezgettük, majd terveztük, hogy hogyan tovább. Ide a fehérjét! Miután eleget mészároltam, hazahoztam egy-két állatot, hogy tudjátok, lehessen majd őket farmolni, azaz szaporítani. Csak az a baj, hogy nem két bárány, hanem az egyik teljes másik bárány. Te fogd már, mert mindjárt szádba lépek. Azt nem megnézni itt a falusiknál, én csak krumplit látok, meg búzát, ez nagy baj. Mert egy búza vagy. Mivel az állatkáink magányosak voltak, gondoltam szerzek nekik pár barátot. Jézusom, de lassan úszik. Jézusom. Aztán igen, egy teljes napot azzal pazaroltam el, hogy hazahoztam még pár bárányt. De ez idő alatt legalább Zümi elkezdte felhúzni a szuperszónikus bázisunknak az alapját. Másnap is egy egész csodás reggelre keltünk. Úgy éreztük, hogy egész jól haladunk. Szereztünk cuccokat, készült a bázis, lettek állatok. Ugyan mi rossz történhet? De... Omaewa, mó sindeiru. Jaj, itt is van a háznál egy! Pont az ajtó mellett! Te beszartam, te ne tudd meg! Na most, hogy megvoltak az újabb halál közeli élmények, elmentem egy csomó nyersanyagot szerezni, hogy tudjuk majd befejezni a bázisunknak az alapját. Emellett persze feedeltem az állatokat is, készítettem egy mini veteményest is, hogy azért ne dögöljünk étlen, meg ilyen-olyan cuccokat fejlesztgettünk is. Például az első gyémántsárkányomat is megcsináltam. Yes! Gyémánt sárkány, azt nem ilyen pro playernek érzem magam, hallott. Szóval igen, egyelőre csak élveztük az életet. Mikor eljött a 20. nap, úgy éreztük, hogy elég kemények leszünk a Netherhöz, ezért visszamentünk a bányába, hogy csináljunk egy portált, hogyha majd megyünk egy ilyen piglin bázis, vagy bestönt, vagy tudom is én mi a neve, majd kifosszunk rendesen. Csak hát persze, hogy nem mennek simán a dolgok. Itt volt... Ne! Jó, te jó ég! Milyen mélység van alattad! A
az honnan jött ez a szerencsétlen? De hallod, a semmiből jött ember. A semmiből, még egy hangot ki nem adott. Na ezután gyors össze is kaptuk a portált, de ami mögötte vár ránk, arra nincsenek szavak. Beszpawnoltunk egy lyukba. Nem a lyukba spawnoltunk, a földbe. Megkaptuk az egyik lehető legrosszabb nether spawn. Úgyhogy csak ástunk, míg a világ, de még ezen a fos helyen is fenyegetett a halál. Hol? Ne van ide ragadva, nézd meg! Nooool! Azaz! Na, a terv nagyon egyszerű. Csak szimplán kerestünk el egy ilyen piglin bázist, bemegyünk szépen, kifosszuk és hazajövünk. Aha, csak hogy ez sokkal több idő, mint gondoltuk volna. Né, te köcsök! Szia! Szia! Hogy vagy? És ami a legnagyobb probléma, hogy már nagyon sokat vándoroltunk, de még mindig nem találtunk szinte semmi érdemleget. Jó, persze kivéve megtaláltuk a Fortress-t, ahol legalább tudtunk szedni egy csomó lámbudot. Nem sokkal később megtaláltuk a második Fortress-t is, ezt elhagytuk és utána megtaláltuk a harmadikat is, de ha ez nem elég, még a negyediket is! Ott van még egy Fortress! Ez egy sikeres művelet volt, mert tudjuk, hogy erre már nem kell jönni. Fogd már be! Hát hogy lehet ilyen hát szituációban? ez így van, optimista kell lenni még a legszarabb szituációban is. Az idegeinkre ment a nether, de amint tovább mentünk, ez történt. Mi történt? Én csak annyit láttam, eltűntél. Az Ender Pearl megmentette az életet. Csak annyit láttam, hogy elnyelt a földet. Nos, erre az incidensre inkább nem mondok semmit. Egyszerűen már nincs agysejtem rá. Viszont egyszer csak a kiégés szélén megtörtént a csoda. Itt van! Ez az! Jó! Nem hiszem el, te ennyi szenvedés után. Végre, te jó ég. Azt tudnélik, hogy vigyázni kell itt a fejszés űrgére. Az elején jól haladtunk, szépen csendben kilootoltuk a ládákat, amiben meglepő módon még Netherite-ot is kaptunk. Netherite-ot kiloptam. Mi ez? Egy piac van itt? Vagy mi ez? Itt egy nagy fejszés! Nem, most meghal! Meghal! Ennyi volt! Mivel nem ez volt a leghatalmasabb bestjön, viszonylag elég hamar kilootoltuk, elvittük a legértékesebb cuccokat, és úgy döntöttünk, hogy elég lesz a netherből. Úgyhogy ezennel két feladatot ki is pipáltunk. Na de mivel több ezer blokkot elvándoroltunk a portálunktól, konkrétan két napot csak arra pazaroltunk, hogy hazamenjünk a netherből. De tényleg, ez szörnyű érzés volt. Aztán, amikor hazaértünk, le is pakoltuk a sok cuccot, amit szereztünk, etettem az állatokat, hogy nőjenek jó nagyra, és elgondolkoztuk, hogy a bázis bizony kéne folytatni, úgyhogy másnap reggel neki is álltam ezerrel földet szedni. Az a lényeg, hogy ez chilles építkezés, nem történhet semmi rossz, semmi halál nem fenyeget, amikor építünk, igaz onnan? Na, még aznap folytattam a földi munkát, aztán másnapra leástam a mélyekbe, hogy szedjek mélykövet, vagy mi a neve. Aztán a 30. nap is szedtem egész nap a fát, mert abból is kifogytunk. 31. nap is egész nap a földdel dolgoztam, szedtem és raktam, de úgyse értem a végére. Ezzel együtt csináltam még egy kis modern pajtát a bárányoknak, és na, annak az egyszem tehén. Szépen egyenletesen libasorba. Aztom ennyi van, jó ég. Nem fér be, ember, olyan dagadtak, nem fér. Ezután még aznap este Zümi a veteményest is elkezdte megépíteni, de neki abban az időben elég volt, úgyhogy kirédse. És ezután jött a brutálisan sok meló. Ugyanis rám hárult, hogy a szuperszónikus lakásunkat a bázisunkon én kell befejezni. Miután a házat felhúztam, búcsút kellett inteni a szeretett kis putrinknak, ideje volt innen kiköltözni, szóval mentem és a cuccokat elvittem, aztán folytattam a nappali és a konyha építéssel, megcsináltam az enchantolót, kidíszítettem szépen a veteményes, mire már eljött a 42. nap, amire szinte befejeztem az egészet. Ezzel együtt meglepően gyorsan a harmadik feladatot is kipipálhattuk. Van egy ilyen takaros ebédlőnk, itt lehet vacsorázni, szépen kanapé, van szőnyeg, amin itt fetránkez, még kutya. Hogy tetszik a kecó? Király lettem. Ez egyébként fizettem neki 50 forintot, hogy azt mondja, hogy jó lett a ház. Igen, erre most ki is verem, várja. Kövinap elhatároztuk, hogy az Ender sárkányt azonban ki kéne gittelni, úgyhogy először, mivel volt egy csomó XP-n, gondoltuk felencsántolgatunk egy-két kardot. Mi? Jó! Megnyertem a játékot. Itt nem messze a bázisunk mellett csináltunk egy portált, hogy majd szedjünk meg egy csomó Enderment, mert szükség van ugye a szemekre, hogy átjussunk majd az Endbe. Folytattuk a felkészülés mint állat, de Zümi mindenképpen akar csinálni egy ilyen könyvtáros falusit, akivel majd tudna üzletelni jó kis enchantolt könyveket, csak egy csomó időt elpazaroltunk, mert egyáltalán nem akarta beadni a végtelenes enchantot, és hát Züminek persze, hogy azt kellett. Itt van Infinity!
Jövök! Nagy nehezen meglett az enchant, szóval el is kezdtük farmolni a burgonyákat, meg a répákat, smaragdokért, hogy majd ezeket szépen be tudjuk cserélni a bizonyos könyvre. Én látom, nagyon professzionális kertész vagy, de én jobban eladom a burgonyát, mint te. Nálam van, hogy adod el, köcsög! Jól figyeld meg, hogy ki a jó üzletember, nézzél rám, jól figyeld meg. Na, mondok valamit. Most eldobom az Ender szemet, és ha ház fele indul el, akkor fel kell gyújtsuk a házat. Nem, ezt én szenvedtem órákat ezzel, nem fog. Szerencséd van, köcsög, megnyitottam volna. Igen, akkor gyújjál fel te! Miután véletlen majdnem megöltem Zümit, elindultunk a kalandunkra, hogy megkeressük az endportált, ahol jóformán már tudtuk az irányt, csak le kellett ússzunk és kikötöttünk egy víz alatti bányába, ami egyáltalán nem volt kedvező idő szempontjából, ugyanis valamiért ezt is rohadt sok időbe telt megtalálni, de nézzük a dolog jó oldalát, megtaláltuk. Itt van! Megvan! Végre, te jó ég. És akkor beteszem az utolsó szemet, hogy te akarod? Nem rohadj meg itt az ember! Így, hogy most már végre átjöttünk az Entbe, elsősorban kilőttük az Entkristályokat, hogy ne adjanak életet a sárkánynak, aztán az a zseniális tervem támad, hogy árasszuk el az egész szigetet, annyira amennyire csak lehet, hogyha a sárkány úgy döntene, hogy felpattintana minket, akkor több esélyünk legyen túlélni a zuhanást. Júj! Én kapom! Azt a milyen dimidzselyet, hallod? Gyerünk, kapjad! Kapja! Mivel ketten nekiálltunk íjazni ezerrel, nagyon meglepődtem, hogy az élete milyen gyorsan csökken, úgy látszik, hogy 2022-ben komfortos fájtolni a sárkányjal. Én viszem be az utolsót! Én viszem be! Megcsináltuk! Robbanj szét! Dögölj! Azaz! Egyik tébe adta le az egészet. Mi van? És mennyit lett? 68! Ami még ennél is hihetetlenebb volt, az az, hogy a challenge felénél járunk, és már 4 feladatot ki is pipáltunk ezzel a sárkány megölésével. Na de, itt közel sem volt vége, ugyanis kiunlockoltunk egy újabb dimenziót ezzel. Jaj, de hova spawnoltunk? No! Na de miért is vagyunk itt ezen a helységen, ami a pokorra hasonlít? Hát azért, mert csak itt az NCT-be lehet megszerezni az elitrát. El is kezdtük a keresést úgy, hogy át kéne másszunk az egyik nagyobb szigetre, persze közben próbáltunk nem megdögleni. A shiftet olyan szintű izomzatból nyomom. Azt, hogy le van izzadva a kezem. Aztán később rájöttünk, hogy endőrpörlökkel is tudnánk közlekedni, csak sokkal rizikósabb, sokkal veszélyesebb, meg sokkal foshatósabb. Scooby-Doo, where are you? La-la-la-la-la-la-la-la. Itt is az ittük, hogy soha büdös életben nem találjuk már meg az NCT-t, mivel már a következő nap is eljött, de aztán volt egy kis szerencsénk. Megvan, végre tartani! Azta, ez mekkora. Az elején nagyjából jól ment, jobbról-balról írtottuk ezeket a kockafejű aladárokat. Dögölj meg, te kacsafejű. Aztán pedig végül átmentünk a hajóra, és elvettük, ami nekünk jár. És akkor ki lesz ez a szépség? Menjél meg innen! Másnap tovább vándoroltunk, és a nagy szerencsékre találtunk még egyet, talán az egyik legnagyobbat, amit valaha láttam. Ez milyen magas, te jó ég. Van hajó! Mindkettőbe csinálni! Jó, megértettem elsőre is. Az elején direkt kihasználtam, hogy lebegést adnak, hogy felmenjek a toronyba, hogy tudjak útolni egy kicsit. Aztán miután megszedtem magam, a víz segítségével ugye semlegesíti a hatást, azzal le akartam jutni, de hát nem mentek annyira simán a dolgok. Ne! Nem értem el a vizet. Mi a lőcs? Jó, itt jó. Ne lökjél ki! Mász, befele! Nem! Jó. Ekközben Zümi már olyan pró volt, hogy megszerezte a másik elitrát is, úgyhogy már csak le kellett ússzak, és véget vessek ennek a rémálomnak. Kérlek szépen, ez szörnyű élmény volt. Na, szedtünk bőven sok lootot, de itt volt az ideje, hogy elhagyjuk ezt az elátkozott helyet. Szóval hazavándoroltunk. A következő napokban csak szortíroztuk a cuccainkat, összehangoltuk a legjobb enchantokat, amiket találtunk. Nekem is lett végtelenes íjam, meg egy csomó menő fegyverem, és ezután rá is hajtottunk a feladatra, hogy megcsináljuk ezt a sugárzó beacon. Ehhez szerintünk a legoptimálisabb egy vasfarm. Szóval vasfarmot fogunk csinálni. Kezdtem is a homok szedéssel, mert rengeteg üveg fog kelleni ehhez a szerkezethez. Most, hogy így sülnek az üvegek, addig nyugodtan megebédlek. Úgy döntöttünk, hogy ezt a vasfarmot ide a falu mellé a hegy tetejére építenénk, szóval ezt a falusi házat el is koboztuk és le is bontottuk. Másnap ilyen-olyan cuccot be kellett még szerezzek, mert hiányzott a láva, nem volt redstone-unk, meg egyéb ilyen-olyan. Aztán szépen haladtunk a kis farmocskánkkal, amiből elengedhetetlen alapanyag a falusi, úgyhogy a világ legidegesítő feladata várt rá. Menj bele! Jó, azaz. Felfele! Nagyon könnyűnek hangzik, igaz? Hát, sajnos nem. Ettől a feladattól szinte agygörcsöt kaptam. Nem! Nem maradjuk, tudom, mindjárt meg. Nem tud megállni egy helyből, hogy bezárjam nyugodtan. Nem áll meg! Nézd meg, mit csinál! Nézd meg, hogy mennyire nem akart megállni! Ugyebár nem volt végtelen sínünk, szóval folyton ide-oda kellett szerkesszem a pályát, hogy biztonságosan juttassam fel ezeket a falusikat, na de hát a legnagyobb gond az, amikor nem akarnak egyszerűen engedelmeskedni. Na gyerünk! He? Mi? Ez a játék? Ez...
A falusi eltűnt a szemem láttára. Nappal lett, mire készen lett. Így van, egy csomó idő volt összehozni ezt a szerkezetet is. Na de most, hogy kész van, csak meg kellett várni az estét, hogy egy zombi leszpannoljon valahova, amit szépen ide középre be kell csalogatni, átnevezni, és akkor elvileg kész is van a vasfal. Jaj! Jó! Jaj, még jó, hogy itt volt a vízembe! A jó kis traumák után ismét el kellett látogassunk a Netherbe, ugyanis oké, hogy otthon meg lesz a vastermelés, de mivel szükségünk van a viter csillagra, azaz meg kell lőjük a viter, kell azelőtt szerezünk 4 lélekhomokot és 3 ilyen viter csonti fejet. Dobott egy fejet! Tényleg? Akkor ez elég gyors volt az első. A few moments later. Ó, dobott fejet nekem is, mi a szar? Isten! Ezzel nagyon nagy szerencsénk volt, ugyanis zsákmány 3-as karddal is rohadt kicsi az esélye, hogy fejet dobjon, de amennyire könnyen megszereztük az első kettőt, a harmadik ahhoz képest brutál nehezen lett meg. Jaj! Yes. Megvan! Megvan? Kidobta? Nem tudom, hogy dobta el! Yeah! 3 fej! Yeah. Ezután hazavándorlás közben képzeljétek, találtunk még egy bestyön, ahol nagyon gyorsan a nagyobb lootokat csak el akartuk vinni és távozni. Itt igazából semmi érdekesség nem történt, csak egyszer majdnem meghalt. Gyere vissza! Alex. Gyere vissza! Elblokkolok! Gyere vissza! Gyere vissza! Nem tudok, Alex! Majdnem lelőttek. Úristen! Hogy nem öltek meg? Úgyhogy gád vagyok. Ah, igen, úgyhogy gád vagy. Másnapra szerencsésen valahogy hazaértünk, lepakoltuk a sok fincs a lootot, megjavítottuk egy kicsit az utcainkat, meg az elitrát is, és ezzel együtt kiterveltük, hogy hogyan is öljük meg majd a vitert. És akkor 68. nap! Nagy nap volt a mai, ugyanis gyorsan vissza kellett menjünk az endbe. És hát kérdeztetitek, hogy hát Alex, miért mentek vissza az endbe? Talán ott ölitek meg a vitert? Pontosan, ugyanis Zümi tudott egy nagyon szuper glitchet erre, hogy hogyan lehet instant kivégezni ezt a fenevadot. Na, hogy kell csinálni? Mit kell csinálni? Ezt még régebben megcsináltam a Mi Survivor-ben. Aha, így. Jó, de ha nem fog működni, akkor megmondjuk dögőre. De működni fog. Most meg fogunk dögleni. Viszlát, világ. Most mi történt? Amint látjátok, ha így idézzük le a vitert, egyszerűen beragad az endportálba, és szegény nem tud mit csinálni, nem tud minket sebezni, nem tud arrébb menni, egyszerűen ide be van betonozva. Úgyhogy csak oda mentünk, és elkezdtük ütögetni a kardunkkal. Hát hallod... Én is már az ember téptem ki! És elárulod nekem, hogy ezt eddig én nem tudtam, ezt a módszert? Hölgyeim és uraim, íme a beacon! El is kezdtem a beacon alapját megcsinálni, de még nem pipálhattuk ki a feladatot, ugyanis egy fullos 4 emeletest akartunk, amihez hát rengeteg vas kell. Pontosan ezért csináltuk a vasfarmot, csak annyi a baj, hogy ha nem vagyunk a közelébe, tehát nincs betöltve a csánk, akkor nem generálja a vasat. Ezért úgy döntöttünk, hogy amíg távol vagyok a géptől, addig befúrom ide magam a falba, és szépen nekiállok afkolni. Milyen ironikus, hogy pont elmegyek afkolni a 69. nap. És azt képzeljétek el, hogy kereken 10 Minecraft napon át farmoltam a vasat, konkrétan a semmi tevéssel. Ha ennyi vas nem elég, akkor tudod mit csinálok? Megeszem a kalapot. Beszarás, de nem volt elég. Jó van, hát akkor... Mit csináltál? Eszem a kalapom, hagyjál. A következő napokban, hogy tudjuk továbbra farmolni a vasakat, otthon tevékenykedtünk ezt azt, mint például megetettük az állatokat, Zümi elkezdte rendesen kidíszíteni a bázist. Azt a rohadt, milyen botanikus kert lett itt, jó? Nézd meg az egészet! Aztán megint lementem a bányába legfőképp XP-ért, mert szerettünk volna jobb enchantokat, mert tervben volt a Warden megölése is. A nagy bányászások közepette találtam gyémántot is, és egy olyan dolgot, amitől majdnem lefostam a bokám. Én csak ások a falba, és hallottam egy ilyen sikoly hangot, és elsötétült a kép. A few moments later. Megmondtam, hogy gyanús nekem ez a hely. Mivel még nem álltunk készen erre a nagy megpróbáltatásra, gyorsan a koordinátát lementettem, és azzal az erővel haza is repültem. Mivel a vas is kifarmolódott, itt volt az idő, hogy befejezzük ezt a fullos sugárzó beacont. Hölgyeim és uraim, kész vagyunk! Yeah, ez az, profik vagyunk! Na most mi lesz? Mit rakunk bele? Na, mit csinálsz? Most, hogy ez is megvolt a kövin, a felkészültünk a legrosszabbakra. Ugyanis következhetett a találkozás Mr. Wardennel. Fullba enchantoltuk magunkat, netherite melvértet is készítettünk, leborotváltuk a bárányokat, mert abban az én Cityben a gyapjuknak nagyon nagy hasznát tudjuk majd venni, és persze zabáltam is, hogy mentálisan felkészüljek a dologra. Sajnálattal közlöm, de most el fogunk indulni, és potenciálisan esély van arra, hogy megdöglünk mind a ketten! El is indultunk a kalandunkra, viszonylag elég hamar megtaláltuk a helyszínt, és ne feledjük, a feladat az, hogy ki kell gitteljünk egy Wardent. Jaj, 3 darab sikoltunk.
Szerencsétlen van itt. Először csak nagyon óvatosan körbepakolgattuk gyapjúval ezeket a cuccokat, mert még épp nem akartuk, hogy a Várden bácsi kikukucskáljon a föld alól. Gyengi érintés és könyv. Azt köszönöm, azt elrakom. Először a lootokra mentünk rá, de aztán bekövetkezett a baj. Ó, kettő is van itt. Az előbbi hármat is kaptam. De, az most hogy? Két enchantolt alma? Itt biztonságban vagyunk. Jaj, yeah. De, micsoda? Rálöktél a jaj, ne! Jó, oké, fuss, jobb, ha futsz, Zimi! Menekünk, merre csak tudsz! Kettő! Nagyon be voltunk szarva igazából, nem tudtuk, hogy mit csináljunk, ezért hógolyóval terelgettük a figyelmét, ami hát nem ment sok sikerrel. Ne, észrevedd, Zimi! Nekem végem! Fut utána? Jó, én meghaltam. Ne! Nagyon jön! Hallom, hogy jön! Elméletileg leráztam, be kellett vegyem az enchantolt almát, ha nem meghaltam volna. Hallod, menj a dobogás után, hallod a dobogását? Ott áll egy helybe, nem tudom milyen baja van. Ide fel tud lőni? Jó, jön! Ugye nem lő fel ilyen magasra? Fú, Zimi, nagyon fosok, itt van nálam. Ijedtem be, amint látjátok, beástam magam a mennyezetbe, és amint rájöttem, hogy elég magasan vagyok, az volt a terv, hogy szimplán meg kéne íjazni. Lőjed, jó lesz! Lőjed! Nem tudja fejlődni, túl messze vagyok. Halál, fia vagy! Ez az, ennyi! Úristen! Jó, profik vagyunk ismét. És hát akkor ez a feladat is teljesítve lett. Azt gondolnátok, hogy ezután hazamentünk, de nem bírtuk ki, hogy ne lootoljunk tovább, amit így utólag nagyon, de nagyon bánok, hogy ott maradtunk. Végtelenes könyv. Lángkönyv. No! De kijött még egy... Zimi, halott vagyok? Nem tudom, hogy hol kelt ki. Itt fent van. Hogy kelt ide fel ki? Hát de nem hiszem eltök. Ne, észrevett és halott vagyok. Jó, én halott vagyok, Zim. Oh my god, inhuman reactions! Jön utánam. Hallom, hogy jön. Zimi, úgy jön utánam, mint a rohadt élet. Nem tudom, hol vagy. Jó, halott vagyok most már tényleg. Ne. Még egy kikelt! Menjünk innen, ez így a halál nekünk. Meg se tudtam számolni, hogy összesen hány Várden kelt ki, ott maradni egyenlő volt az öngyilkossággal, úgyhogy ki is ástunk, haza is repültünk, mert az a lényeg, hogy a feladat megvolt. És az a durva, hogy még mindig volt 10 napunk hátra az egész challenge-ből. Hirtelen nem tudtuk, mit csináljunk, mert már annyi mindent elértünk, annyi mindent építettünk, annyi mindent kigitteltünk, hogy még mi is meglepültünk saját magunkon. Ezért az elkövetkezendő napokon mindig kitaláltuk valami hülyeséget. Mit akarsz azzal? Mint például újraélesztettük az Ensárkányt, aztán persze ezt megint megöltük. Yeah! Volt egy olyan nap, hogy nagyon vicces vicceket mondtunk egymásnak unalmunkból. Hogy hívják a féllábú embert? Deák Bill. A kétlábú ember? Stabil. A háromlábú ember? Csernobbi. Merédeltük a falut, ami sokkal több időbe telt, mint gondoltuk volna. Yeah! A falu hősei vagyunk! Milyen profizmus! Csináltunk pár potit köztük a gyengeséget is, hogy meggyógyítsuk a szeretett falusinkat, ami nem tudjuk, hogy hogyan változott át zombivá. Szerintem ez nem fog átváltozni. Megöllek, esküszöm, ne idegesítse! Mindjárt átváltozik! Aztán mivel hevesen közeledtünk a végéhez, nagy terveink voltak, le kellett mészárolni egy csomó creepert, mert rengeteg tűzijátékot akartunk csinálni, hiszen az volt a terv, hogy ha túléljük ezt a challenge-et, egy hatalmas kupával díjazzuk meg magunkat, na meg persze egy nagyon szép tűzijátékkal emellett. Nem egy műalkotás, de én büszke vagyok rá, mert ez a miénk. Ezt meg is építettem, mire a 99. nap úgy döntött pár betolakodó, hogy ők is szeretnének csatlakozni. Hogy merészeltek megzavarni minket? Bocsánat, elnézést, nincsen semmi apróm, most jelenleg nincs nálam, pizit csak kártyám van, nem tudom, mit szeretnétek. A takarítás után gyors befejeztük a tűzijáték gépet, és akkor eljött a nagy pillanat. Úristen, itt vagyunk a 100. nap, hogyha ezt túléljük, vége ennek a szarnak, ember, vége! Gyertek, csatlakozzatok! Ünnepély van, ma ünnepelünk, gyertek! Azaz, nagyon szép! Ne, a veteményest is megbúrták! A nap lement, a tűzijáték gép készen állt, bárányok készen álltak, mi is készen álltunk, most már csak annyi volt a dolgunk, hogy megvárjuk a nap felkelését. Yeah! Túléltünk! Ez az, profik vagyunk! Ez az! Nyomd meg az F3-at! Látod? Ott van a 100 nap! Milyen érzés volt szívni ennyi időn át ezen a Minecraft szerveren? What? Köszönjük, hogy eddig végignéztetek a videót, dobjátok egy lájkot, ha tetszett, iratkozzatok fel, és én most szerintem megyek és lefekszem meghalni.